Köszöntöm kedves nézőinket! Önök a Karcag Jobbik online televízió külön kiadását láthatják. Tisztelettel köszöntöm a Karcag Jobbik televízió nézőit. Ismételten elérkeztünk egy újabb héthez, egy újabb adáshoz, egy képviselői morzsákhoz. Engedjék meg, hogy a képviselői morzsákat rögtön az egyik legfontosabb, illetve a jövő év legfontosabb témájával kezdjem. Ez a költségvetési koncepció a 2012. évre, amelyet a múlt heti, azaz a november 24-i testületülésen terjesztette a hivatal a testület elé. Gyakorlatilag ebben a költségvetési koncepcióban öt részre bontva tárgyalta volna, illetve tárgyalta a képviselőtestület a jövő évi költségvetési koncepciót. Lényegében az első részben egy általános megfogalmazás volt, ami az ország általános gazdasági állapotára vonatkozott. Ebben az esetben még szerencse, hogy egy viszonylag felújítottabb változatot kapott meg, úgy tűnik a hivatal is azzal tudott dolgozni, mert voltak benne olyan igazából nagyvonalú ígérgetések, de kistílű valótlanságok, amelyekbe hál' Istennek nem fogadták már bele az IMF elleni szabadságharcot, mert meglehetősen bornírtan nézett volna ki, hogyha ez is még benne foglaltatik, holott már erről rég letett a kormány. Úgy gondolom, hogy ezt akár Matolcsi miniszter úr is elmondhatta volna, meg lehetett volna hívni, és ő is elmondta volna. Lényegében valójában ígéreteket hallottunk benne, amik egyébként mind elhibázottak voltak. Ami nyilvánvaló, hogy a kormány, de úgy tűnik ebben a városi vezetés is egyetért, úgy akarja az országot fellendíteni, hogy gyakorlatilag az adósságot vissza akarja fizettetni, ez az erőltetett visszafizetés. Másrésztről kitalálták, hogy ugye a Start munkaprogram keretében 1 millió új munkahelyet fognak teremteni. Lényegében ez egy megalázó munkakör, és én úgy gondolom, hogy azok az emberek, akiket ezekre a munkákra nem kényszerítenek, mert saját jóvoltukból mennek, illetve saját akaratukból mennek, és nagyon sok embernek ez valójában segítség, hogy ilyen munkához hozzájut, és ehhez a jövedelemhez hozzájut. De látjuk, hogy nem ez a végső megoldás, és nem ez a legmegfelelőbb megoldás egyébként az országban hát eluralkodott általános állásnélküliségre. Tehát úgy gondolom, hogy ezek önmagában elhibázottak voltak, hogy ez hogy került a helyi költségvetési koncepcióhoz, nyilvánvaló egy propaganda rész volt. Ennek megfelelően meg is kapták rá a másik oldalról a választ, azaz a mi részünkről a választ. Érdemes egyébként ennek utána nézni, hogy mit válaszoltunk, lényegében ezeket tartalmazta, amiket elmondtam. A másik, amivel foglalkozott, és szépen haladva ugye a koncepcióban előre, egy a városnak a gyengeségeivel, a városnak a jövőbeli lehetőségeivel foglalkozott. A gyengeségei között nyilvánvaló, és ezt eddig is tudtuk, és mi már mondtuk, hogy a legnagyobb gyengeség az az adósságszolvencia, tehát gyakorlatilag az az összeg, ami a kötvénykibocsátásból származott, és ami a kötvénykibocsátásnak a visszafizetéséből ered, ami most 400 millió forintot is meghaladó, és akkor a kamatokat nem is kötjük különösebben megfelelő svájci frankos árfolyamhoz. Ebben az esetben is látszik, hogy a 400 millió forintos visszafizetési kötelezettség, ami a például a jövő évet terheli, igen komoly gazdasági nehézségeket tud okozni a városnak. Ezzel a városnak számolnia kell. Ezt nagyon helyesen egyébként felmérték, hogy van ilyen, de ezt nem járták körbe ebben a koncepcióban. Ami pedig ennek az ellenoldalát jelenteni, tehát hogy hogyan lehet ezt ellensúlyozni. Lényegében ez a koncepció olyan megoldásokkal számolt, amit a magam részéről nem találtam elfogadhatónak. Ezek közül az egyik, hogy mindenképpen szükséges valamilyen szintű létszámbeli leépítés, ennek még konkrét számai nincsenek, de kiolvasható egyébként az előterjesztésből. Mindenképpen számolt azzal, hogy bevétel szintű növekedésre van szükség, amiben díjtételeknek, bérleti díjaknak, adóknak, egyéb helypénzeknek az emeléséből számol, vagy azzal számol. Úgy gondolom, hogy ez szintén nem vezethet eredményre, hiszen mindannyian tudjuk, hogy az adóemelés arányosan nem fog eredményezni bevétel növekedést ugyanabban az arányban, ami az adóemelés volt. Ez egy tévút teljesen nyilvánvaló. A másik kérdés ugye mindig az ingatlan értékesítés. Az utóbbi időben nagyon sokat hallottuk, hogy a város nagyon jó helyzetben van,
itt mindig megőrizték az ingatlanokat, sohasem kellett ingatlant értékesíteni. Hát az elmúlt időben jó pár ingatlan került értékesítésre, és a karcagi hírmondó egyébként nem is olyan régi számában láttam, hogy ismételten pályázat útján való értékesítésre közel 160 millió forintnak megfelelő értékű ingatlant írtak ki. Tehát úgy gondolom, hogy alapjában kérdőjelezi meg azokat a kijelentéseket a város vezetése felől, hogy ők nem akarnak ingatlant értékesíteni, miközben úgy cselekszenek, hogy kiírják ezeket pályázatra, hogy értékesítsék. Valahol ellentmondás tapasztalható benne, egyébként ezért sem fogadható el ez a költségvetési koncepció. A költségvetési koncepció tehát összességében annyit rögzített, és ez állapítható meg róla, hogy fizessünk, mint a katonatiszt, fizessük vissza, és ez vonatkozik az állami részre és az államadósságot, de helyi szinten a város fizesse vissza tisztességesen az összes adósságát, ami egyébként gúzsba köti a várost, és amit megjegyzek, kettő képviselő kivételével, a két jobbikos képviselő kivételével a mostani képviselők mindegyike megszavazott, és akkor szavazta meg, amikor ezt a város a nyakába vette. Tehát lényegében ezért csak a jobbikosok nem lehetnének felelősök, de hát ők tudják, hogy mit vettek a nyakukba, és nyilván látják, hogy 2030-ig mit is kell visszafizetni. A másik egyébként üdvözölendő, hogy pályázati forrásoknak a megszerzésére van szükség. A pályázati forrás pedig azért, hogy az önerőt lehessen csökkenteni. Ez önmagában támogatható, azonban úgy látszik, hogy az általános országbeli gazdasági helyzet nem teszi úgysem lehetővé, hogy ilyen pályázatok egyáltalán talán kiírásra kerülhessenek, vagy talán sikeresen tudjon rá a város pályázni. A másik pedig a létszámleépítés, amihez én nem fogok semmilyen kommentárt fűzni, hiszen a létszámleépítésben maga a leszó önmagában jelzi azt, hogy ez egy káros folyamat. Én úgy gondolom, hogy ezeket mindenképpen el kell kerülni. A Jobbik minden esetre, és jó magam is azon az álláspontok vagyunk, hogy ezzel a fajta költségvetési koncepcióval nem biztos, hogy átvészelhető. Ez egyébként nagyon nehéz 2012-es év, ami elé néz az önkormányzat. Egy másik, ez viszont egy pozitívabb hír, és nyilvánvalóan nagyon sok mindenkit érint. A Püspökladányi út 33 szám alatti meglehetősen rossz állapotban lévő önkormányzati ingatlanon úgy tűnik, hogy pályázat folytán, illetve egy pályázati lehetőség folytán, amennyiben sikeresen pályázik rá ebben az esetben a kistérségi többcélú társulás, lehetőség lesz értelmi fogyatékosok napközi otthonának kialakítása, felújítása, amiben 5%-os önrész van. Nyilván ezek voltak azok a pályázatok, amiket mindig is vár egy önkormányzat, hogy mindig is várt egy önkormányzat, amikor a lehető legkisebb erővel, a legtöbb állami támogatással lehet valamit megvalósítani. És bár sokszor hallottuk azt, és én ezt kritikának kívánom megfogalmazni, sokszor hallottuk azt, hogy annak idején azért kellett elfogadni azokat a rossz pályázatokat, és emlékeznek rá, erről már beszéltünk, a főtérfelújítást, a fürdőfelújításnak a pályázatát, mert annak idején bármit is adtak, el kell fogadni. Hát bizony azok a felújításra vonatkozó pályázatok 65%-os állami támogatással mentek, tehát a mostani 5%-os, illetve teljes állami támogatáshoz képest azok egy meglehetősen rossz üzletnek tűntek, és hát az volt az hivatalos érvés, de hát akkor is el kellett fogadni. Ha akkor a jobbikosok, illetve ha akkor én ott lettem volna, nyilvánvaló, és erre minden józan ember felhívta volna a figyelmét az akkori vezetésnek, hogy nem kell minden áron elfogadni minden megoldást, fél megoldást, bizony tartalékolni kellett volna, és nem bele lépni ezekbe a fejlesztésekbe. Hát ilyenekre lenne igazából szükség, de ezentúl meg még olyanabbakra lenne szükség, és akkor, ha szabad ilyen helytelenül fogalmazni, amelyek valami előrelépést, munkahelyteremtést, hozzáadott értéket teremtenek a városban. Egyelőre ilyeneket nem nagyon találtunk még napirendi ponton. Természetesen ezekhez bármikor partner lesz a Jobbik, illetve személyem is bármikor partner leszünk. Tehát úgy gondolom, hogy az általános megfogalmazás, hogy a Jobbik nem támogatja, és a Jobbik képviselő nem támogatják a városban folyó fejlesztéseket. Vissza lehet keresni, és ezt egyébként jegyeztük is, hogy minden olyan fejlesztés, minden olyan beruházást, amihez észszerű önerő kellett, a Jobbik természetesen támogatni tud. Tehát ezeknek a felrítéseknek úgy gondolom nincs értelme. A másik, amiről még érdemes szót említeni, bizonyára sokan láthatták, illetve értesülhettek róla, hogy ültetési rendcsere van, illetve új ültetési szabályokat alakított ki polgármester úr, ami lényegében abból állt, hogy Andrássy András képviselőtársamat tőlem talán a legmesszebbre a mögöttem lévő sorba ültette el.
Keresgettem nagyon sokáig az erre vonatkozó szabályokat, hogy mi engedheti meg, illetve mi nem engedheti meg, hogy én esetleg átmenjek képviselő társam mellé, hiszen a munkánk csak úgy könnyebb, hogyha azért egymáshoz közelebb vagyunk, a fellépő esetleges hirtelenebb kérdésekben, amiben dönteni kell, nyilván meg kell vitatnunk, hogy mit akarunk dönteni. Nagyon sokszor egymás figyelmét felszoktuk olyanokra hívni, amire a másik esetleg nem tanúsított kellő odafigyelést. Minden esetre szükséges, hogy egymás mellett üljünk és segítsük egymás munkáját. Hát ez gyakorlatilag most úgy nézett ki, hogy én átültem, hiszen maga a szervezeti működési szabályzat lehetővé teszi, hogy az első két sorban helyet foglaljunk. Erre vonatkozóan egyébként nincsenek kétségeim, nyilvánvalóan rövid időn belül, ahogy ez szokott lenni, meg lesz ennek is a retorziója, és majd ki lesz jelölve pontosan, hogy hova ülünk. Lényegében ezt a helyzetet én csak az szerint minősíteném, hogy elmúlt már az idő, hogy mi diákok legyünk, és minket elültetéssel különböző vélt vagy valós sérelmek miatt büntetni lehessen. Szerintem egyáltalán nem előremutató ez a viselkedés, hogyha valakit ilyen indokokból, vagy bármilyen indokból vezérelve, elültetnek egymás mellől, úgymond példát statuálván, mint a rossz diákokkal szemben. Úgy gondolom, hogy felnőtt emberek gyülekezete az önkormányzat, annak megfelelően egy közbeszédnek a helye, egy köztiszteletben álló hely. Én úgy gondolom, hogy nem vezet különösebben sem a lakosság szemében, sem egyébként úgy általánosságban ez eredményre, hogyha bárkit méltánytalanul elültetnek. Tehát én úgy gondolom, hogy ebből az ültetési rendből még lesznek viták. Mindenkinek arra szeretném felhívni ezzel kapcsolatban a figyelmét, hogy természetesen mi nem tiszteletlenségből ülünk egymás mellé, természetesen nem azért ülünk egymás mellé, mert ezzel másnak az orra alá borsot akarunk törni, azért ülünk egymás mellé, mert a megalapozott önkormányzati munkához, képviselői munkához szükség van, hogy együtt tudjunk működni, és nagyon sokszor annyira hirtelen jönnek módosítások, változtatások, hogy ezeket bizony meg kell vitatni. Amire ülés közben nincs egyébként idő, csak úgy, hogyha egymáshoz esetleg közelebb hajolva, az ülés rendjét nem zavarva, ezt gyorsan megvitatjuk és tudjuk, hogy döntsünk. Tehát én úgy gondolom, hogy ezt kell mindenkinek mögött látnia. Köszönöm szépen! Sok szeretettel köszöntöm a Karcag Jobbik televízió nézőit. Néhány percbe a szokásos képviselői morzsákba szeretnék a önkormányzat testületén történtekről beszámolni a nézőknek. Elsősorban én is egy pár szóba, mint dr. Lukács László képviselőtársam kitért a jövő évi költségvetési koncepcióra. Én nekem is lenne hozzáfűzni valami, illetve hát igazándiból véleményem ezzel a dologgal kapcsolatban. Ez egy koncepció, amit most a testület elé hoztak. Erről a koncepció benyújtásáról történt a szavazás. Mi nemmel szavaztunk. Képviselőtársam elég alaposan indokolta ezt, de annyit hozzá kell tennem, hogy az a 709 millió forintos hiány, ami ebbe a költségvetési tervezetben megvan és ott van, azt mindenféleképpen kezelni kell a városnak. Tehát 709 millió forintos hiánnyal nem lehet költségvetést csinálni. 709 millió forint iszonyat nagy pénz. Nyilvánvalóan tudjuk, hogy egy picit vastagabban van ez kalkulálva, ráhagyások vannak, de akárhogy is nézzük ezt a dolgot, ezt a 709 millió forintot el kell tüntetni ebből a költségvetésből. Ennek túl sok szabad pályája nincs, tehát a testületnek úgy kell ezt, illetve hát az önkormányzatnak ezt úgy kell megalkotnia, hogy egyensúly legyen. Most ahhoz, hogy ez a költségvetés egyensúlyba kerüljön, nincs más kiút, mint a költségvetésből tételeket ki kell húzni. Ez lefordítva hétköznapi és utcai nyelvre, ez úgy nevezik, hogy megszorítás. Tehát bizony költségcsökkentések várnak minden olyan közintézményre, minden olyan önkormányzati üzemeltetésű cégre, amely ebbe az évben is meg volt már szorítva elég rendesen, most a következő évben még jobban meg lesz. Ugyanakkor
Még ez magával hozza azt, hogy, illetve hát valószínűsíti, hogy ugye ezt a költségcsökkentést csak létszám csökkentéssel lehet majd elérni, tehát bizonyos munkakörök meg fognak szűnni, ami létszám leépítésre, tehát további munkahelyvesztést jelent. Ez az egyik módja. Nyilván ezzel az egész költségvetést helyre nem lehet tenni, mert annak súlyos következményei lennének. Ezért a város belekényszerül abba, hogy további hitelt vegyen föl. Ez nyilvánvalóan, mint ahogy eddig is megpróbálta megoldani, folyószámla hitel növeléssel, ez ugye tavalyi év folyamán már megtörtént természetesen, nem szavaztunk rá, mert nem tudjuk azt támogatni, hogy még jobban eladósodjon a város. Ez pedig akár tetszik, akár nem, bizony ez az a folyamat. Tehát itt nagyon úgy néz ki, hogy... hitelből hitelt fizet a város, nincs más lehetősége. Ráadásul látjuk előre, hogy a kormány gazdaság politikája milyen eredményeket fog hozni, mi várható a következő évre. Elmondom önöknek, semmi jó, semmi jóra ne számítsanak. Az, hogy az önkormányzat hogyan fog talpon maradni és hogyan fogja bírni a következő évet, az még rejtély. Még az önkormányzat részére is, tehát azoknak a benfentesek számára, akik ezzel dolgoznak jelen pillanatban. Annyit minden esetre tudni kell, hogy borotva élen táncol ez a költségvetés. A következő év mindenféleképpen arról fog szólni, hogy hajszálon múlnak a város dolgai. Szerencse is kell, azt mondom, nem csak jó szakmai munka, szerencse is kell hozzá rendesen ahhoz, hogy talpon tudjon maradni a város, és ezzel nem akarok ördögöt festeni a falra, távol álljon tőlem. Gyakran ér bennünket az a vád, hogy az ördögöt fessük a falra, meg negatívak vagyunk, és a többi, és a többi. Nem, csak úgy próbáljuk reálisan látni a dolgokat. Tehát ez a költségvetés a következő évi, az idei is a túlélés költségvetése volt, ahogy fogalmaztunk is már korábban. Nos, a következő 12 év költségvetése, városi költségvetése szintén a túlélés, de ez már tényleg szó szerint a túlélés költségvetése lesz, ami még talán annyi átjárás sincs benne, mint az ideibe volt. Hát, nagyon komolyan kell ezt a dolgot és ezt a lehetőséget venni. Semmi olyanhoz a nevünket, semmi olyanhoz a szavazatunkat nem fogjuk adni, és tiszta lelkiismerettel nem tudjuk adni, ami a város további eladósodását, a város további ellehetetlenedését okozza. Mindenféleképpen kell azt látni, hogy a város, ha negatív tendenciák fönt maradnak, akkor nagyon rövid időn belül komoly bajba kerülhet. Ennek első jelei érezhetőek abból a költségvetés harmadik negyedéves beszámolójából, ami egyik napirendi pontként szintén témája volt ennek a testületének. Még pacsorok közötti információ. Eddig a város történetében nem fordult az elő, hogy a város a lejárt kötelezettség állományában elmaradás lett volna tapasztalható. Most fordult ez az először elő, hogy bizony a nem teljesített számlakifizetések a 30 napos fizetési lejáratok vannak, amik nincsenek teljesítve. Ez úgymond nem egy szokatlan dolog önkormányzati költségvetéseknél. A kórház költségvetésében jóval nagyobb lejáratok is vannak, ezt meg kell, hogy jegyezzem. Tehát ez egy, nem egy kirívó dolog. Azonban mindenféleképpen előjel, és mindenféleképpen figyelmeztetőjel. Tehát komolyan bajba van a költségvetés, és ezzel együtt komolyan bajba van a város is. Hát néhány szó, ami ennyit a költségvetésről. Amiről szeretnék beszélni, ezzel kapcsolatban elhangzott egy rövid vitánk benne a testületbe, és ott...
Molnár Pál képviselő úr egy dolgot tudott kifogásolni a hozzászólásainkba, az én hozzászólásomban elkövetett bakit jegyezte meg. Én ott 709 ezer forintos hiányról beszéltem, bár utána kijavítottam, hogy 709 millió forint. Ennek ellenőre képviselő úrnek nem az a legnagyobb problémája, hogy ez 709 millió forint hiány, hanem az, hogy én bakiztam. Hát, kinek mi a legnagyobb problémája? Másik, amiről szót szeretnék ejteni, az a Zöldfa utcai szociális otthon. Ez köznyelvben gatyagyárnak nevezett épületről van szó. Ott egy pályázat folytán az épület felújításra kerül. Ezt a pályázatot támogatjuk, tehát itt is tudjuk azt hangsúlyozni, hogy nem vagyunk mi minden pályázatnak ellensége és a városnak a mumusai, és mi nem akarunk itt semmilyen fejlődést. Természetesen megszavaztuk ezt, ugyanis ez a pályázat az a pályázat, ahol 100%-os állami támogatottság van, tehát ez gyakorlatilag a város költségvetését nem terheli, ellenben egy szép új élhető szociális otthon teremt a városba, illetve emellett 20-27, információim szerint 27 új munkahelyet is jelent a városba, ami nagyon komoly eredmény egyébként, sajnos a mai munkahelyi gondokat figyelembe véve. Tehát ezt üdvözöljük, és igennel is szavaztunk, hangsúlyozom, igennel szavaztunk erre a lehetőségre. Továbbá van egy másik napirendi pont, amiben szintén igennel szavaztunk, az pedig az önkormányzati mezőgazdasági földterületeknek a bérleti díjának megemelése. Tudom, ez furcsán hangzik most, mert hangsúlyozzuk, hogy mi segítsük a vállalkozókat, és úgymond nem hátráltatni, vagy nehézségeket akarunk állítani a gazdasági szereplői elé. Mégis úgy tűnik, hogy ha erre igennel szavaztunk, akkor bizony a mezőgazdasági vállalkozókat bizonyos hátrányosabb helyzetbe hozzuk. Nos, a félreértések elkerülése véget. Úgy tisztán lásson mindenki. Tehát eddig az önkormányzati földeket gyakorlatilag aranykoronánként 700 forintért lehetett bérelni az önkormányzattól. Szemben az állami földterületek 1250 forintos aranykoronánkénti bérleti díjától. Szemben a szabadpiaci bérléstől, ami 1500 és 1700 forint között volt. Tehát ha úgy veszük, tehát a szabadpiaci és a önkormányzati bérleti díjak között 100%-os volt az eltérés. Tehát az a kis gazda, aki magánszemétől próbált földet bérelni gazdálkodás céljára, az bizony 1500-1700 forintért tudta ezt megtenni aranykoronánként. Ha valakinek sikerült önkormányzati földterületet bérelnie, az 700 forintért. Nos, a megtermelt gabona vagy bármilyen növény, ami ezen a földterületen meg lett termelve, annak a piaci értéke ugyanannyi. A megtermelés és a maga a gazdálkodás költségei ugyanannyi. Viszont a piacon lényeges árelőnnyel jelenik meg az a gazda, amelyik igenis kevesebbért tudja bérelni ugyanazt a földterületet, vagy ugyanolyan méretű földterületet. Most ennek a hézagnak, ennek a különbségnek a mérséklésére és mérséklése miatt szavaztunk erre a dologra igennel. Tehát nem akarok én itt célozni senkire, semmire, aki önkormányzati föld bérleményhez képes jutni, még így is előnyösebb helyzetben van, mint az a gazda, aki magán vagy másik gazdától bérel földet. Ennek a csökkentéséről volt szó, és ezért szavaztuk ezt igennel, ezt az emelést. Jelen pillanatban ez egyébként 1100 forintos áron lett megállapítva. Volt még szavazás egyéb dolgokba, iskolai fogászat ügyébe, ott szintén igennel tudtunk szavazni, illetve hát még számtalan
úgymond idézőjelbe kisebb hordelejű ügyben szavaztunk. A szavazataink nagyon nagy többsége igen volt. Itt az, ami továbbra is nemet tudunk mondani, az a költségvetés és a költségvetés koncepciója. Köszönöm szépen a figyelmüket! Kedves nézőink, köszönjük megtisztelő figyelmüket! Viszontlátásra!